nevezném a legszebb alkotásomnak. Nem baj. No, no nem baj. Na és akkor, hát akkor most csináljuk is meg az házalapot. Úgy, mert szerintem most, ha már ilyen szépen megcsináltam a háztetét, nem fogom itt bővidgetni meg. Főleg emeletet nem csinálok, az strapás, és nagyon nagy lesz tőle a ház, meg csúnya is. Nem lesz feltétlenül csúnya tőle, de, ja, jobb a békesség. Inkább csinálok egy lakópincét. Ablakkal a tetején. Szóval csinálok egy üvegpadlót fentre. Nem, szerintem a... Hülye gyerek. Igen. Hop-hop. Na, most otthonosítsuk ki a pecót. Szerintem egész lakályos lesz majd, ha kész lesz. Nem. Dehogy nem. Ha éppen nem beszélek annyit, az azért lesz, mert gondolkozok, hogy hát vajon, hogy is legyen. Most leraktam egy crafting table-t. Ennek ilyen az alja? De fun. Soha nem láttam az alját. De fából van. Gyerekek, a crafting table fából van. Tudtátok? Én nem. Azt hittem deszkából. Most kiderül, hogy ugyanilyen deszkából, mint mindegyik. Ez csoda. És ezt miért fakockával ásom? Mikor itt van, mit tudom én, milyen jó kis ásó, csata ásóm. Ahogy apum mondja néha. Hogy erre így mi... Ó, hát akkor... ez nem volt jó ötlet. Igen, és itt lesz egy fal. Nem lesz nagy a pincém sem. De jó. De viszont, ha mélyebbre csináltam volna, most nagyobb lenne. Puk, hülye gyerek. Hát igen. Nem baj, hülyének születni kell. Ez életérzés. Ezt nem lehet megtanulni. Vagy akármi ez. Ezt érezni kell. Te csinálni kéne egy ilyen csináltatni kéne egy ilyen pólót. Hülyének lenni. Életérzés. De kéne még fa. Jó, jut eszembe a fáról. Hallottam egy jó erdővédelmi jelmondatot, hogy vidd a fákat, egyél hódot. Nem tudom, de ez nekem valahogy nagyon a fülembe ragadt. Azóta több ilyen rajzom is van most kinn a falon, hogy védd a fákat, egyél hódot. Meg a városi tisztaság a legjobb. Ügyelj városod tisztaságára. Naponta egyél meg egy kalambot. Fú, tényleg, ha még tudtak ilyeneket, azt írjátok már le egy kommentben. Konkrétan nem tudom melyik rész, de írjátok le. Mindenképpen. Az nagyon érdekel. És mi fog éppen leesni? Olyan érzésem, hogy most kiütöm a ház oldalát. És kiütöttem a ház oldalát. Nem is rossz. Inkább pocsa... Jézusom! Szajtam. Tényleg itt pislog velem szembe egy creeper. Szia creeper. Creeper 1? Creeper 2? Walking Dead? Nem, én nem veszek semmit. Én nem lenni itthon. Na, ezért jó ötlet a pince. Isten, elfogyott a fám. Nem, még van. Na csak egy darab kéne. Ecsém! Pont beleesne egy ilyen lyukba egy creeper.